Több mint 30 horgász ülte körbe az ötös tópartját hétvégén. Ám csak ennyit lehetett hallani, a damjas surranását és a csali csobbanását. Nem véletlenül, hiszen újra megrendezték a már több éves múltra visszatekintő Éman Ferenc kupát. Két év is eltelt azóta, hogy versenyre hívhatták a horgászokat, nagyobb érdeklődésre számítottak, de a több mint 30 horgász látványa is nagy öröm volt, tekintve, hogy a hétköznapokban is elég kevesen ültek le peccázni az elmúlt időszakban, mondta a Barátság Horgász Egyesület elnöke. Pedig az élet itt nem állt meg, sőt. A tó ugyanúgy működött, a halak megvoltak, telepítések folytak, sőt volt betegségünk, tehát orvosilag kezeltük, sőt egy hónapra le kellett zárnunk egy bizonyos ilyen tetű, hát nem tetű, hanem inkább egy rákféle támadta meg halainkat, és a szer, amivel védekezni lehetett ellene, egy hónap lezárást írt elő. Ennek eleget tettünk, hát akkor egy hónapig nem horgáztak horgászaink, hát így is kevesen jártak ki, tehát nem is volt nagy felzúdulás, megértették a dolgot. A halpusztulás megállt, a betegség eltűnt, viszont több mint egy méterrel alacsonyabb most a vízszint, mint volt. Így most éppen az oxigén pótlására hivatott folyamatos vízforgatás jelent kihívást. Ezen a tavon több horgászversenyt is szoktak rendezni. Idén most csak egyre volt lehetőség, az pedig nem is volt kérdés, hogy az egykori bajnok, horgásztárs Éman Ferenc nevét viselő lesz, mondta Cecei István. Családdal is jó a kapcsolatunk, és hát ezt akkor eldöntötte a vezetőség, és ehhez tartjuk magunkat. Egyelőre még igény van rá, és így folytatjuk is ezt a hagyományt. Három verseny szokott lenni, most két év alatt nem volt egy se, de most egyet tartottunk, és akkor most a nagykupát is azt egy évig birtokolja a nyertes, tehát ma viszi el a mai versenyen azt is, meg még külön jutalmazzuk a különböző győzteseket is. A cél az volt, hogy minél nagyobb mennyiségű halat fogjanak a horgászok adott idő alatt. A legtöbbet, több mint 42 kg-ot Kelemen Kristóf fogta ki, így ő vihette haza egy évre a vándorkupát is. De természetesen díjazták a második és harmadik helyezettet, valamint a legkisebb és a legnagyobb halat kifogó horgászt, de az egyetlen gyermekversenyző is kupát vehetett át.